köszöntjük a konyhában Zellei Tünde gasztroblogger. És hát mivel ma van a cukorbetegek világnapja, így egy különleges süteménnyel vagy édességgel készülünk, ami ugye nagyon vicces, hogy édesség és cukorbetegség, hogy ezt a kettőt hogy hozzuk össze, de szerencsére már össze lehet hozni. Így mit készítesz nekünk ma délre? Egy kakaós zappelyhes kekszet fogok készíteni, cukor nélkül, szénhidrát csökkentetten, egy speciális lisztkeverékből. Ez nagyon jól hangzik, tehát ez akár ha diétázunk, akkor is jó lehet, illetve hát, hogyha ha cukorbetegséggel küzd valaki, akkor, így van. Akkor szintén. Igen, hát említettük, hogy egy cukormentes, mivel érdemes helyettesíteni a cukrot, akinek cukorbetegsége van, vagy aki csak szimplán szeretne magára odafigyelni. Én az eritritet javaslom, és az eritritet stíviával keverve, mert ugye a stívia az egy természetes édesítőszer, viszont az ugye nagyon sokszor édesít, és így a kettőt kombinálva egy egész jól ki lehet váltani a cukrot vele, így ízvilágban. Bocsánat, az, hogy szénhidrát csökkentett egy liszt, az miért fontos a cukorbetegeknél? Tehát miért fontos az, hogy nem lehet mondjuk finom lisztet használni annak, aki ilyen betegséggel küzd? Igen, a finom liszt az semmiképp sem jó, mert gyorsan felszívódó szénhidrátokból áll, és ugye nagyon gyorsan megemeli az inzulin szintet, ami a cukorbetegeknél ez nagyon előnytelen, és az inzulin rezisztenseknél is, és ezért lassan felszívódó szénhidrátokból álló liszteket használunk, és most ugye még a zappehely is hozzákerül, ami szintén egy lassan felszívódó szénhidrát. Segíthetünk-e neked valamit az elkészítésében? Én nagyon szívesen, de szerintem Réka is szívesen. Szeretnétek? Jó. Úgyhogy akár el is kezdhetjük. Jó, kimértük itt a hozzávalókat. Vajra van szükségünk, puha vajra. Ezt kellene kikeverni az édesítőszerekkel. Ez a vaj, ez olyan vaj, amit bemegyünk a boltba, igen, és bármilyen vaj, tehát de nem kell. Kókuszolajjal is készíthetjük, tehát ugyanezekkel az arányokkal, hogyha valaki azt jobban szeret. Kókuszolajat kell akkor használni, és ugyanúgy, mint a vajból. Igen, igen. Te magad csak szeretsz odafigyelni arra, hogy mit eszel, vagy érintett vagy a cukorbetegségben? Igen, sajnos. Igen, sajnos érintett vagyok, cukorbeteg lettem egy olyan 7 évvel ezelőtt, és én magamnak kísérleteztem, tehát önmagam miatt kezdtem el ezt az egészet csinálni. És ez azért van, mert előtte mondjuk úgy táplálkoztál, és olyan életmódot folytattál, hogy emiatt alakulhatott ki, vagy ez egyszerűen tehát előtte is figyeltél, csak így hozta az élet. Igen, inkább így, igen. Ugyanúgy volt testmozgás. Jó, annyira nem figyeltem oda, tehát a szénhidrát az volt, de nem volt elhízás, tehát hogy nem az okozta, inkább stressz, ami kihozta valószínűsíthetően. Alkatilag ugyanilyen vékony testalkattal rendelkeztél akkor is? Igen. Vagy pedig ez már annak a következménye, hogy cukormentes étrendet fogyasztasz, hogy most ilyen? Nem, ezt csak tartom igazából, akkor is ugyanilyen voltam körülbelül, igazából nem változtatott a súlyomon, tehát hogy így az odafigyelés, mert megszokja ugye a szervezet ezt a táplálkozást is. Amikor megtudtad azt, hogy cukorbeteg vagy gyanúval ugye az orvosod közölte veled, akkor mi volt az első gondolat? Megijedtél, féltél attól, hogy hogy kezd bele, milyen életmódváltás szükséges ehhez, vagy pedig azt mondtad, hogy egyik napról a másikra te ezen változtatsz, vagy időt kellett magadnak hagyni? Hát egyik pillanatra a másikra kellett, ugye, mert egy nagy kétségbeesés történik ilyenkor, amikor kiderülnek ezek a dolgok, mert nem tudod, hogy merre menj, mit csinálj, és azért akkoriban még nem volt annyira kézenfekvő, hogy bemégy a boltba és bármit megkaphatsz, most már sokkal egyszerűbb dolgunk van, úgyhogy ezért én elkezdtem ezt csinálni, de dietetikushoz is elmentem. Tehát az volt az első, amikor kiderült, hogy dietetikushoz elmentem, és utána kezdtem én el kísérletezni, mert én nagyon szeretem az édességeket, meg a tésztaféléket, és ezeket ki akartam váltani. Ugye, hogyha mondjuk diétáról beszélünk, vagy arról, hogy odafigyelünk arra, hogy mit eszünk, akkor nagyon fontos az, hogy például gyümölcsöt már délután ne, vagy bármi olyat, itt most függetlenül a cukorbetegségtől, ha mondjuk ezt az édességet eszünk, vagy ezt a kekszet fogyasztjuk, ezt tehetjük akár este 8-kor is? Mert hogy nincs benne cukor, tehát hogy lehet, vagy inkább csak a csalónapokon? Nem, ez szerintem inkább ilyen reggeli 10 órai, tehát ilyen uzsonna kiváltásához, de természetesen számolni kell ugye a szénhidrátot a cukorbetegeknek, tehát megvan adva, hogy mennyi szénhidrátot ehetnek egy nap, és akkor ezt be kell iktatni ugyanúgy ugye az étrendünkbe, tehát ezt
ezt nem csalva nem szabad ez sem, mert szénhidrát van benne, csak jó szénhidrátok vannak benne. Akinek nem szükséges odafigyelni arra, hogy cukormentes dolgokat fogyasszon, és mondjuk megkóstolna ezt a kekszet, az észreveszi a különbséget, vagy pedig azt mondja, hogy úristen, nem is tudtam, hogy cukormentes kekszet fogyasztok. Hát remélem, hogy nem fogják észrevenni. Általában a barátok azt mondják, hogy nem lehet észrevenni, tehát próbáltam egy kicsit úgy olyan tökélyre fejleszteni a dolgokat, hogy ez jól sikerüljön. Ez egy kis vanília? Igen, egy vanília kivonal. Nem is bemegy, picit igen. A vajjal küszködnek, és egy picit meglazítja ott van egyébként a robotgép, de nem... Igen, nem akarom, igen. Hogy itt ne halljuk azokat a dolgokat, amit mondtál.